rögtön. Na, ballagok haza kis Cilukámmal, letette magát, Bútit engedtem egyértelmű. Jön egy tévés barátom, a Szabolcs, szeretne valami dokumentumfilmeket, hát majd most egyeztetünk, mit, hogyan. Ilyen próbára jön ki körbenézni, hogy mit a lehetőségek, hogyan mehet. Aztán, ha Szabolcssal meg vagyok, akkor van még nekem egy Tama, és másom nincs, egy órakor gyűlés, 10:30-kor van az amatőröknek ilyen erőnléti felmérés, nem tudom, hogy ott tudok-e lenni. Hát kettő van, ott vagyok, és szégyenbe maradok, az nagyon szarul esne. Lefutnának a 15-18-20 évesek, ha meg helytállok, az meg jó. Magamnak is, meg amúgy is, de inkább magamnak. Magamnak szerettem mindig megfelelni. Mint tegnapi videómban mondtam, hogy mentem Vátra, mindig volt valami célom, és az olyan ambíciózott, hogy eszméletlen. És akkor mondom, hogy ha nem volt célom, akkor csináltam. Tehát így ezáltal mindig volt célom. Valamire, mindig. Egy fő célom mindig megvolt, lehet, hogy több is, de amellett is kellettek. Ugye az ment jó vágányon, azok a célok, kellett még azért egy pár oda. Energiadús vagyok, az biztos. Panasz még nem volt. Lerakom. Édes babám, jó, gyönyörű, jó nagy fejem lesz a felvételed, neked nem.